Ülj mellé. Folytatjuk Miklós Erikával, Kozman Györggyel és Együtt Gáborral. Pont a vaskakasás, akikről senki nem tud, pedig szerintem a Magyarország egyik legjobb bábszínára. És ilyen dolgok már éve nem tudom ezeket találni. Ezeket mit csinálnak? Nagyjából mi találjuk ki az Antással egyébként, mert ez a kínlás, az valahol belőlem indult az egész műsor, hogy főleg amiatt, hogy én is vidéki vagyok, hogy egyébként már fővárosokat felébresztem, hogy de igenis van jövő a fővároson túl is, és nem is akármilyen. És ugye a vaskapaszt említve, ez azért különös, hogy van gyermeketek, vagy lesz, akkor unoka, bármilyen, de nagyon fiatal nekem, mert egy unokát, de a vaskakasba el kell menni, mert Rozi, a fejétől biztik a halmény, és Rozi, aki vezeti ezt, és ők 3000 négyzetméteren van. Tehát egy olyan bászínházat érzétek, ami nem csak bászínház, túl bárkezene, ez egy színházban a nevelés, fiatalokat felnőttek egyaránt, és nagyon különleges projekciókban, a monodrámától kezdve, pont ezt az osztályokat, és az elárpolcot láttad, a polcelet láttad szerintem. Képet is nem tenni, csak így hallottad önnek. Igen, csak halképet is. Igen, tehát a monodrámát próbálják ki a beleforgatható, de hogy ott a nagy rábeoldásokról kezdtek, tehát nagyon klassz műhelyi munka folyik, játszóházzal, a gyerekeknek egy paradicsom is, mindez Győrben. Budapesten nincs egyébként. És akkor meséljünk a Pakson! De tényleg! De várjál, de a Pakson! Egy ilyen szintnyilátó. Pakson is van. Lesz még egy. Paks az egyik legjobb helyen van, földrajzra szerintem, mert közel van a szexhátvillát. Igen. De te is erősen munkálkodsz a tehetségek kiemelésében, támogatásában. Nyilván. Hát ez így jön, hogyha tényleg őszinte akarok lenni, akkor nem kötődik ez ilyen szinten Pakshoz, hogy az alapítványnal az alapítványnak egyszer mondom, hogy elnöke lettem, csak pont akkor egy olyan ügységet kellett vállalnom, vagy nem kellett, hanem vállaltam, amit kizártam, hogy itt ugye elnök legyek, és akkor egy nagyon jó sors jól döntöttek, mert Csaba ilyet lett az elnöke az alapítványnak, aki fantasztikus munkássága évén tényleg nagyon sok tehetséget tudunk az alapítványnak támogatni. És egyébként pont ez a futás, amiről már beszéltünk, és most itt mutatja azt, hogy a kajakok világot kivéte az alapítvány tevékenysége, és annak idején tényleg ez volt a célunk, hogy ne csak a kajakos világban hozzuk a és fiatalokat, a tehetségeket, meg azokat a nehezebb sorsú fiatalokat tudjuk támogatni, akik a gyermek sportágban vannak, hanem nyújjunk ki. És tényleg a futás, azt gondolom, a világot pedig egy olyan népszerű, pedig azt mondom, hogy olyan jó lépő, nem csak a rossz dolgokra lehet rászokni, hanem az a futás is, hogy olyan most már, és Gábor ezt elő egy jó kér számunkra is, hogy nagyon könnyű rászoktatni az embereket, és rászokni arra, hogy már-már ilyen betegesen tényleg az ember a hétköznapja is a beszívja, vagy korán reggel, vagy délután, délbe, bármikor ezt a akár. Abszolút egy hiszeles ember vagy, de most azt nem hiszem. Igaz, hogy vágyódjak már, hogy van egy olyan kütt. Az is rendszeres, amúgy az is rendszeres. Úgyhogy... mi? És hogy miért tett ez fontosnak? A fiatal. Tudod, a fiatal, hogy segítsenek, hogy egyáltalán csak példát mutass azzal, hogy még mindig jársz futóversenyre. Minden évben kiemeltek 3-4 fiatal, 14-es. Szerencsére többet is, igen, akik a dolgítványjal, akiket tudunk a dolgítványjal támogatni. Én azt gondolom, hogy sok minden benne van, ismerve a kuratórium tagjait. Mi a sportáktól, a kajakkenutól, a sportolástól nagyon sokat kaptunk, mi több ményekből mindig azt mondom, hogy szinte minden attól kaptam. 9 éves voltam, amikor elkezdtem sportolni, és a sors figura, hogy tényleg a legmélyebb helyzetet is megéltem túl tragédiájával a sportnak köszönhetően, meg a legmagasabb pont
is megjárhattam. És azt gondolom, hogy ilyenkor, és akkor zárulják, ilyenkor foglalkozom, úgymond profi sportolóknak a nem menedzselésével, mert ezt tényleg szeretettől csinálom, hogy a magam példájában, a szűkebb környezetem példájában el tudom mondani azt, hogy hogyan lehet önmagadat menedzselni. Nem kell menedzsel, mert sokkal jobb jársz hosszú távon, ha megtanulod, hiszen amíg a vége pályafutásnak utána folytatódik ugyanez, csak nem mint sportoló, hanem önmagadat értékesítendő. És addig pedig egy nagyon jó termékként, nagyon jól meg tudom tanulni ezt a szakmát, hogy azt, amit tudsz, a tehetségedet, vagy a munkádat, vagy a termékedet, bármit értékes is, de majd jelen állat szól. De azt mondta valaki, hogy ott voltál a fecsöpelenek, mert 15 éves győztek neked? Igen, meg most már sok mondatot kinyitottam, megjegyek én a fejezet, hogy nem mondták, viszont valahogy ebbe így belecsöppentem, és olyan emberek voltak a környezetemben, akik rám ébresztettek ezen a dolgokra, meg olyan helyzetek voltak. Például korúban, amikor már jól ment a szekér, és akkor már könnyűnek támogatott találni, mint ahogy Gábor is később megtaláltuk. Azon vettük észre korúval azt beszélni, hogy kereső magunknak még támogatott szóval. És csináltunk magunkról, akkor még nem volt ez annyira divat, hogy egy ilyen kis bemutató filmet mind a kettően magunkról. Egy kis mappát készítettünk, elmentünk egy támogatóhoz, és támogatott van ő. Még egyhez, és azt vettük észre, hogy igazából akihez elmegyünk, nem azt mondom, hogy mindenki támogat valamivel, de mindenki mellé áll. Egyrészt az eredményünk, másrészt pedig szimpatikus volt az, hogy én mentem oda magamat képviselve, nem pedig egy menedzser küldő céghez egy tömeg-e-mail, stb. És én azt gondolom, ezt adom át itt a többieknek, és ez a személyes, nagyilagban személyes kontaktus, ez egyébként is egy tűrőben van a sportolói, most a generációk ezt nehezen is veszik be, nehezen is űzik, azt látom, mert van egy Facebook, van egy e-mail, ahol egy olyan adatbázisra elküld, 600-at személytelenné válik. És azt gondolom, Gábor tudja megerősíteni, hogy a szponzorációban nagyon erős egyik döntő elem, mint támogatói oldalon, az emóció. Hogy milyen kötődése van ahhoz a csapathoz, vagy ahhoz a sportoló oldalon esetben. Igen, mert kezdte, hogy leültem a marketingessel, de utána mondtad, hogy kötöttél is, mert sajátál is. És akkor neked, hogy a személyes az abszolút alájáról gondolni, mert leültünk, teljesen ismeretlenül, és nagyon szépen is ember ismertem meg. És értelmeszerben, hogyha most egy menedzserek keresztül jött volna, hát egyáltalán biztos, hogy most itt tűnik. Abszolút egyetértek, hogy kell. És hát persze kell, én is azért végül is a fiatal koromban, jól nem volt a viszkedő fogbaliszkán. Eljutottam volna egyébként ebbe a sportágban is szerintem hosszútávon, csak nagyon jó ment a foci, hogy hifi válogatott is volt. Ugye szállnyában mondták, hogy ezt befejeztük, mert a tanulás az viszonylag nem volt. És aztán nem sikerült a pályányból. De mindegy, tehát a sporthoz egész életemben valamilyen szinten kötöttem, és mondom, az, amit a gyűlőkon keresztül érzékeltem, az a hozzáállás, az a nagyon sok szinten, a fegyelem, a fegyelmezettség. Tehát ez mind azt mondom, hogy a sportszak. Hát igaz, hogy a sportolapásának azért vannak, és én nem szeretnék most úgy, hogy nem személyes kedve, de azért látok emlékezve, tehát tényleg az elejétől figyeltem a pályázatokat. Annyira, tehát egy képernyő keresztül is, mert ugye a képernyő nem sokat csal, erősség gyengé, de annyira jól átjött a cím, példaértékű, viselkedés az életednek, a sportozóval összünk. Azért az nagyon erős volt. Az, hogy az hiszem. Igen. Azért ez is fontos, hogy egy támogatónak, hogy mennyire hiteles az ember, mit visz, mi az üzenet. És milyen szerencsére azért én is találkoztam egy két támogatóval, szóval milyen szerencsé, hogy van olyan támogató, aki kármilyen nem találkoztam soha, de itt az alkalom, köszönöm nektek, de hogy az is nagyon fontos, hogy ugye milyen az adóbevétel, ez egy kettő dolog, hogy mi a kémia, meg minden, tehát az is fontos, hogy nem illetve, hogy ezek az emberek így megtalálják. Visszatérni egy picit az önmenedzselésre, mert azért hamar kiderült, hogy az élsport után
neki kell állni önmenedzselésnek, valamilyen tök más művészeti irányban. Ez a kezdeti szakaszban mennyire stabil, magabiztő, igen? Annyira nem volt önbizalom, és olyan kicsit megkérdeztem magam, én is tudom, hogy a gyógyulnak elmondom. Én azt képzeltem, hogy ezt magam volt, amikor én 8 éves koromban kezdtem az apjánkát, a sportáló ismerkedés, a szüleim az édesanyám futballbíró volt 39 évig, az édesanyám meg sportszervező, tornászó, szóval versenyhely volt, tehát csak ezt mondom, azt mondom, hogy utána, hogy nem kellene. És hát én akkor 8 évesen, vagy 9 évesen, amikor az első kis versenyben megnyertem, akkor én már tudtam, hogy olimpiai bajnok leszek, hogy én pluszot, tehát hogy be voltam kódolva, és ez egy sportoló, hogy ezen a vonalon, az annyi az a cél ott lett a számára, ez a hosszú távú építkezés. Hát én 10 évesen is akkor tudtam, hogy hogy kell, jól kell tanulni, hogy csinálni, hogy nem edzeni kell. És akkor jött az a sportos esetem, és annyira érdekes volt, hogy fizikailag is elvettem volna, hogy az agyam, meg a szívem, lelkem, az annyira nem tudott visszatérni erre a erősségre, amikor én vagyok, mint a média, a sikertosan szerintem. És egyszerűen izomszakadás, semmi erő, szóval izomszakadást érdem ki, mert bár, hogy két próbás versenyen a távolításnál jelkeztek hosszú, és de tehát ugye a rehabilitáció most nem fizikailag jól sikerül, de a többi része nem, és ugye aztán az apukám kimondta, hogy belőle semmi nem lesz, kész alkalmat összevedem, viszont belül volt valami kis vagyás, mert aztán ez volt még is az, ami arra készített, hogy felálljak. De nagyon nehéz volt, tehát és 17 éves voltam, iszonyatosan osztó. Minden tudatos volt, egy gyerekkorban minden tudatos volt, és egy tudom, semmi. És most én semmi nem leszek, de lelogott a tanulmány jelenlőjére. Az a közösség, hogy kiújtottam az atlétakörnek a sportolói közösség, ami egy biztonságot jelent a szüleimmel és ahhoz a kapcsolat, és akkor így ugye felfedeztek egy ilyen esküvőt. Viszont olyan vicces, hogy Gregor Jóskát temetéseken fedezték fel, hogy ott éneket, én ilyen olyan esküvőt, nagyon páros lettünk volna. Szóval, és akkor ott felfedezték, és akkor azt mondta, hogy hölgy nekem az egyik esküvőn, ahol szóloztam, hogy mindenki beteg volt, és nem tudtak énekelni, és akkor szóloztam, és akkor jönnek, talán is azt mondtam, hogy tudod, egy kis lány van a torkodban. Felállni a világ egyik legjobb királynője. Fogalmam volt. Mondom, mi az a fal, ez a fantasztikus érzékelő? Annyira bunkó volt a viselkedésem, na mindegy. És viszont akkor azt mondtam, hogy minden legjobb legjobb valamiben, azt megadott a falást, azt megadott a falást, akkor ez a sportolói szerep azonnal kitört belőle, és onnantól kezdve csak ez a gyerek a számára. Megkérdeztem, hogy a világ mit jelent az, hogy a csúcs neve, tehát az okrám, azt mondták, hogy jön a német, akkor én elég tudok kezdeni. És igen, csak egyre nem számítottam, hogy ebből a kis szeretetű dologból, ami a vidéken ugye körbe vett, az óvó dolog, az amikor felkerülök este a 19 évesen az operába, hogy ez valami a csúcsa ennek a műfajnak, hogy ott hogy minden kisebbére. Tehát ott, amit most bocsánatom, hogy hosszassa, csak kellene bizonyos információk, amikor ráérünk. Ráérünk. Tudom, túl sok. Hogy sem tudtam. Na, igen, szóval az olyan volt, mint a kisegér, akit a nattából beindultak, hogy akkor érvényesül és keresel, hogy morzsa szemeket adnak. Mindenki nem volt, mindenki nem volt. Mindenki nem éreztem magam, mindenféle szempontból. Ugye olyan nagyságok közé kerültem be, akik a legjobb esélyek és legkésdélyek van, nem is bőttől kezdve mindenki, és simán mindent. Az első kezdve, ott ugyan 19 évesen, de egész az operász történik, mert az gyakorlatként, a gyakorlatként, ilyen más esőként nehezített rám. És az egyik oldalon a simán József, a másik oldalon, mint tudom én, a Geri Józsi, és akkor ők mit keresek én? Mivel gyűjtöttél erőt akkor? Hogy ne lássák rajta a pókerart, oké, de belül mennek ezek a kisítő háborúk, és közben mantrázod magadnak, hogy hát muszáj lesz valamit csinálni. Nagyon érdekel. Igen, végben. Közösséget keresem. Most az operatóknál ez is egy közösség, ez egy nagyon nehéz.
nagy művészek szemében benne egy ilyen kis betolakodó voltam, aki ugye nem nézett benne, akkor én ilyen mikrofonzat keresett volt. És megtaláltam a művész sportolók nevet, azaz, művész sportolók a barátosok. Halettosok voltak körülbelül a fiatalabbak nálam, vagy kb. Egyetlenesek már az öregednek, 19 és én ott találtam, és nagyon érdekes összehat is a tudtától, de most értem, hogy nem csak ebben voltunk közösek, hogy támogatom a fiatalokat, nem az utás, hanem hogy volt egy evezés szakosztálya, ami a római parton voltak is csónakházunk, és a halettosok jártak oda, és kérdeztek, hogy hol nekem is kellene erre járni velük. Na persze, úgyhogy én nevezős szakosztályáltam, tehát alakult egy közösségem, és ezzel túléltem ezt a nehéz, kezdeti nehéz időszakot, és aztán nem is volt ez sok idő, mert a 92-től már megpartam nemzetközi szférában bekerültem, a körforgásban is nagyon kezdem állok megállást, annyira nagyon sok idő, és olyan keresett volt a Magyarország, hogy nem úgy nehezen gondolkodik. És négy éven de tekintve be van más ott van a szotyi, a sör, bocsánat, hogy angol veszik a kívása, de hát ugye, te nem tudod elképzelni, hogy mennyit ordítottam életet, tehát az autónak. Nagy szívom, mert ők is a nagy, azt mondom, férjem, hogy válogatott aktét a színén, de hát mind a ketten más sportalakok vagyunk. Ilyen, mert az olimpia az abszolút, és vannak egy kevés sport, tehát az evezős, hogy kajak kell mondani. Kézilabda, vízilabda, a télsorokban is vannak a sífutát, illatban, tehát és most az van egyébként, hogy majd van egy hármas kislány, hogy ő is nagyon szeretné fogja a sportot, mert az a vágyunk, hogy a jövőjükről, hogy menjünk, hogy az olimpiára lehet, hogy a nagy esetekre kontrolik a magyarokat. Úgyhogy mindig ő volt, hogy sőt a Magyarországon volt, amit a világ is vagy énekeltem, és akkor azért voltam ott, hogy a megnyitók is áll, a kártyúban, hogy azért felszállítottam a kovány szerint. Szerinted ma egy tehetség tudna így hasonlóan kiugrani, vagy úgy elkezdeni a pályáját, hogy úgy rátaláljon egy olyan mecénás, aki egy kicsit a volna halált? Azért vagyunk itt, hogy ilyen nehéz kérdéseket fejtegessünk. Szóval most, hogy csak a saját életutamat nézem, én azt gondolom, hogy a szerencse múlik. Tehát én azt gondolom, hogy az abban lehet életem, hogy amikor szerettem, és mindig valahogy az életemben bejött valami szerencse, amit értelemszerűen van, aki kihasznál, van, aki elvetel. És az egész életem során egy napon van, hogy kell. Ez a közhelyek jó időben, jó helyen, de ez tényleg. De meg volt az érzékenységem, a bocsánatot a szót, csak hogy meg volt ez, most nem megnyitom a lényeget, mert meg volt az érzékenységem, a kibocsánatban az ember, tehát az ember. Köszönöm.
ez most mi van a szemben? Ha ő nem jön, akkor... és többször is volt az életem, és még egy dolog, amit én tehát mindig úgy gondoltam, hogy az életem fontos része, hogy tudni kell bizonyos üzleteket, hogy mikor kell volni. Mert szerintem sokan abban a hibában is belesnek a világban, hogy ezt hiszem, hogy ez mindig menni fog. És tudni kell volni, akár egy üzletárat, akár bármit. Tehát ez az autóvázaton is az volt, hogy értelemszerűen telítődött a piac, csak egyszerűen fogkodsz. Hogyha szabad szót kérni, de a szerencse szó sokszor elhangzott. A Velencei út partján, annak idején még 2008-as években egy jelezős, akkor friss világban sportáson, egy gyerekek előtt előadás, és ő többször elmondta, hogy hogy sikerült megjelezni, és korábban még egy jelezős és sokszor ő elmondta, hogy hát milyen szerencséjük volt meg, hogy aznap, hogy fel szerencsésen. Milyen férj, hogy a szerencse nagyon kell hozzá, és így bocsukában, hogy tisztelettel mondom, hogy ez nem szerencse, ott egyszerűen nem győztem ezt helyes mederbe, és egy kicsit bűnnek is tartottam ezeket a gyerekeket, akik ott ülnek velük szemben, félrevezeti azzal, hogy ez mázi kérdés volt az egész, hogy most, amiket elmondtál, nem szerencse kérdés az, amikor te jól döntesz, sokat gondolkodhatod, hogy kiszállsz, leállj, az nem szerencse, jókor szálltam ki, mert utána pont volt egy világválság. Tehát valami egy gondoltál, egy utasod, és azt mondtam, így van. Annak idején, hogy elindultál is, jókor javítottad ki azt az autót, amit a barátodnak. Ott sem szerencse kérdése volt, hogy oda ment, mert előbb az ilyen típusú gondolkodás, hogy megtalálja ez a szerencse, hogy bejön valami. Mert előtte biztos volt más ütletet, stb. Autószerelőként melyik autószerelő kollégával lehet volna bátorsága így váltani. Nem a szerencséseknek, hanem a bátraknak. És ezek már teljesen más tudatok. Ezért mondtam, hogy 55. Azt gondolom, hogy csak a szerencse, de szerintem nagyon. És a sportág, valószínűleg azért, mert én a olyan sportágban versenyeztem szociálizálatlanul, valamikor a célban nem pontoztak minket, és ott mindenősen ki van zárva a szerencse kérdése, annak ellenére, nálunk az időjárás, hogy ilyen célban benne van, de mindig elmondom a Vajda Attilának példáját, hogy ő megnyerte teljesen ideális körülmények között is a maga világbajnokságot, hogy mindent, amit lehetett, és az Attilán mindig lehet látni, hogy ott a bal szerencse, a jó szerencse nem játszhat közre. Tehát egy igazi vérprofi sportoló, én ugye ezt a szegmensét látom, hogy ezt a területet látom igazán, ott a szerencsének helye és nem szabad, hogy legyen, tehát sportlóként nem szabad adott az ilyen is lehetne, és bízhatjuk, hogy a sportlóban a szerencsé lesz a napon, hanem tudomosan készülnek, és én azt gondolom, hogy magam életében még sportlóként annyira nem, tehát én azon verseny szerencsém volt szóval, hogy nem, hanem inkább utána tudom elmondani, hogy egy teljesen olyan történetet, mert Gábor elmesélt, és én nem szerencsétként éltem meg, hanem tudom azt, hogy rengeteg utam volt, én mindig paksiként, rengeteg utaztam Budapesten, és a barátom megkérdezte, hogy például ennek az utamnak mi volt az értelme, vagy ki fizette ki ezt az utadat, amikor már a civil életemnek kerestem az útjét, és olyan sikertelen próbálkozás után megtaláltam azt, amiben nagy irányba vette az életem az útját, és ezt a külső szemlélő lehet, hogy egy szerencsés találkozásnak véli. Ugyanakkor nekem előtte rengeteg olyan út van, rengeteg olyan beszélgetés, olyan vállalkozás, pénz, ami előszakul, meg ilyen dolgok, energiám benne volt, ilyen dolgok van, hogy viszont az, amennyit te voltunk, kaptál a szerencsés útában, megbűnvelkéd azt, hogy a fantasztikus. Szerintem nagyon menő, hogy te át tudod fordítani ismeretlenül ismertük egy színnek jó oldásra, és
És mégis a sporttal kapcsolatos a találkozás múlva, amin keresztül. Az anyukényi az is édesanyjával ketten csinálnak egy kenus egyesületet, egy kenus egyesületet Dunavarsányban töltöttem. Mindenki ott is valamelyik tehetségnek, mint például a Szabi, mint edző, aki kincs így, de ugyanaz csak fél, csak egy kezdőlöket kell, és aztán világba borul. Még ezt is tapasztaljátok, hogy nem mindig kell végig kísérni őt, hanem csak egy mondat, vagy egy cselekedet, és már ő megvilágosul, vagy elkerül arra arra az útra, ami tényleg így amikor az első férjem, aki tulajdonképpen a menedzsert is, vagy a tanácsokkal ellátott, ő azt mondta, hogy pályáztam meg a Milánhoz Károly Stadiát, hogy hosszú évek után indítottak, és nem gondolom, hogy akkor a bürokrácia egy fiatal nem lesz akar énekes életében. És nagyon kicsit voltam, hogy mondtam, hogy úristen, de egyrészt fél év nincsen, kezdve hátsó volt, egyáltalán. Most hogy gondolod ezt az egészet? Hát eladjuk valamelyesünk magának. Azt mondtam, hogy mondjam, hogy semmi. És azt mondtam, hogy mondtam, és mi lesz, ha nem vesznek fel? Tudtam, hogy több ezzel jelentkeznek, és összesen 14 embert. Meg mondtam, hogy nem veszek. Igen, tisztelt felvesznek. És akkor nagyon hagyjuk el. Nyit, olyan bátának kellene, és sajtel a halantalak elmény a lábnálól, betűnt egy autót, és egy és akkor volt a szállás, hogy volt kellett lenni, és akkor, akkor az első fordulón túljutottam, nem az aljásom az, tehát kész mondtam, akkor azt gondoltam, hogy több Pfizer megérte, és aztán én úgy mondtam, hogy nem ezen is közül, tehát megjelent a változság, és a változság azért hozzáadottam, mert valami sem. Az a kettő valahogy együtt jár a magányság változságról. Hát én, ha ránézek, látosság, vagányság, megkérdésítője. Ezt körülbelül tudni, mint vagányság. Ügyek! Nekem így a pályafutás alatt, így az előbb már így esetetem, hogy elég ilyen tudatosan bűztem, tehát így a bátorságnak helye kvázi. Annak se, meg a könyös szerencsőnek. Nem tudom, hogy mibe kellett volna, hogy bátornak lenni így a pályafutás alatt. Legyen van. Lélekvesztőben is van, de én biztos nem tudnám, hogy nevezni. Sokkal inkább a, nem biztos, hogy az bátorság az a tulajdonság, amikor nekem mindig nagyon erős motiváló pillanat volt, amikor valahol azt láttam, hallottam, hogy nem fogom tudni megcsinálni. És akkor az nekem akkor a lendületet akkor tüzetett, hogy akkor is megmutatom.
ezek vagy kimondott, vagy kimondatlan tekintetek voltak, és tudom, hogy a maga oldaláról nagyon sok fájdalom mellett ez is egy óriási motivációs adalék volt, amikor Golóban után Kis Tamással mentünk ki, és az itthoni búcsúszkodásról, és a többi úgyben mentünk el, akkor mindenkiben azt a... mindenki szemében benne volt az, hogyha tényleg túlmegyek minden emberében minden olyan fájdalmon, az a szakmai kvázi sajnálat, hogy jaj, most a Kis Tamással egy ilyen vékony gyerekkel kimegyünk örökkel, hogy milyen ciki lesz utolsóként, nem ciki, tehát nyilván senki nem gondolta, tudom, csak hogy milyen rossz lehet ez nekem, hogy kimegyünk, és hogy tényleg aranyesélyesként majd x-edikek leszünk. És közben itt van, a Tamással pedig tényleg voltak már olyan időkéréseink, teljesen megadó volna, amik tényleg azt engedhették így belül gondolni, hogy ebből még nem azt mondom, hogy dobogó, de egy döntő szereplés is lehet. Volt, én azt hozok lélek. Olyan pillanatok voltak abban az egy hónapban, hogy tényleg a Tamás egy ilyen mentál tréning alkalmával kirohant a első este 8 óról, kirohant és hány percet keresztül belázasodott hazavittük, és másnap reggel, mintha mi sem történt volna, jött újra, tehát neki ilyen fázisai voltak Tamásnak. Nagyon. Tehát, hogy nála tényleg egy fantasztikus időszak volt az ő részéről, mert vagyok a pillanat meg olyan impulzusokat kapott az életbe az alatt az idő, vagy fél év alatt onnantól kezdve, ami emberileg fantasztikus, biztos, hogy az ő életében meghatározó, és óriási bátorság kellett neki, ott aztán tényleg így ismereti út. Ez így végig. Hol a sportban, hol a művészetben, hol az üzleti életben. Gondolom, hogy az üzleti életben általában a kérdésekhez kell bátorságban. De közben magadat is megismered, hogy vállalkozókos vagyok, vagy inkább nem vállalom a rizikót, de te vállalod. Most ez nagyon bótákot hangzani, azt tehát jutott, ugye önálló vagyunk, és saját bővítésében csak a saját halmat hibáztathatunk. Tehát nincs másik ember. Olyan sokszor keresünk kifogásokat, nem? Ugye a környezetem. Én mondjuk táncosként kezdeti időszakban csúszom a parkját, majd nem látok a bíró, közben ugye csak saját magamat kellett volna legyőzni, és nem a cipőm a hibás, nem a parkját, hanem hogy én nem voltam mentálisan ott úgy a topon. Ja, már el is mellettem, minden éve a bőre de te is csak itt fogsz menni távol? Igen. Milyen távol van? 11 és fél, 21, és van a távol. Today.